Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök most a Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg műsorajánlónkat! Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Hodos Julianna, a Karcagi Járási Hivatal hivatalvezetője. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Hodos Julianna, a Karcagi Járási Hivatal hivatalvezetője, akit azért hívtunk ma meg egy stúdióbeszélgetésre, hogy értékeljük a 2018-as esztendő eseményeit, eredményeit. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Tisztelettel köszönöm a meghívást. Kezdjük talán azzal, hogy mely területek, mely városok tartoznak a Karcagi Járási Hivatalhoz, és mi volt ennek a struktúrának, a kialakulásának a körülménye, mikor alakultak meg a járási hivatalok? Hát már azt mondhatom, hogy 6 éve, hisz 2013. január 1-jével alakultak meg a Karcagi Járási Hivatalok. 5 település tartozik továbbra is Karcagi Járáshoz, 43 ezer lakos él ezen a 5 településen, tehát Karcag, Kisújszállás, Kenderes, Berekfürdő és Kunmadaras. Olyan nagyon jó helyzetünk van, hogy ugye Karcag a székhely, Kisújszálláson, Kenderesen és Kunmadarason kirendeltségeket tudunk működtetni, Berekfürdőn pedig ügysegéd dolgozik. Ez azt jelenti, hogy szerdán 2 óra hosszát van jelen az egyik hatósági osztály kollégája, és fogadja ott az ügyfeleket. Mekkora apparátussal dolgozik a járási hivatal? Tavalyi évben 105-en voltunk, még a mai napig is 105-en, az üres álláshelyeket leszámítva, mert évközben volt egy pici mozgásunk. Ez egy viszonylag stabil létszám és az apparátusunk is, aminek én nagyon örülök, hisz az első időszakban volt egy nagyobb arányú mozgás. Szerintem megtalálta mindenki, vagy kereste a helyét, és aztán most megtalálta és beállt a csapat. Tehát egy 3-4%-os létszám mozgás volt tapasztalható 2018-ban, és amire én nagyon büszke vagyok, hogy a 2013-at indítottunk 85-en, tehát akkor még kevesebben voltunk, és ebből a létszámból jelenleg is 62-en itt dolgoznak, tehát ők az ősi járási hivatal megalapítóiként itt vannak, és nagyon sok fiatal kollégánk csatlakozott hozzánk, akikkel, mondhatom, hogy nagyon-nagyon elégedettek vagyunk mindannyian, már az osztályvezetőkkel is értem ezt a többes számot, és szorgalmasan, képzetten látják el a feladatokat. Ha már a képzettségről beszélünk, akkor hogyan, milyen módon képzik magukat az ott dolgozók? Vannak-e például kötelező továbbképzések a számukra? Természetesen vannak. A pro bono rendszerben minden évben mindenki számára előírt a bizonyos pontszámú képzésen való részvétel. Ezt mindenkinek teljesíteni kell. Sőt, különböző vizsgákat, szakvizsgára lehet jelentkezni, közigazgatási, tehát alapvizsgára, szakvizsgára, kormányzati tanulmányokat lehet folytatni, és nagyon sok kollégánk vállalkozott arra, középfokú végzettsége, most nagyon sok, tehát ez 2-3 főt értek alatta, hogy a felsőfokú tanulmányait megszerezze. És eredményünk is az, hogy a 105 főből 80%, akinek felsőfokú végzettsége van, és én nagyon örülök annak, hogy most is 3 fiatal a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanul, és egy tanulónk, vagy egy kollégánk nem tanuló, tehát egy kollégánk pedig miniszteri ösztöndíjas. Ez egy, nagyon-nagyon büszke vagyok arra. Milyen osztályokkal működik a járási hivatal, hogyan épül föl a szerkezete? Továbbra is, tehát 8 osztállyal működünk. Ez és az osztályok egy része karcagjárás illetékességi területével dolgoznak, míg a népegészségügy, állategészségügy a már 3 járás illetékességi területére, tehát Tiszafüred és Kunhegyes, tehát összességében azoknak a településeit is ellátják. A
a gyámhivatal, a hatósági osztály, a kormányablakosztály, a foglalkoztatási osztály pedig csak karcagjárás illetékességi területén dolgozik. Talán kezdjük azzal, hogy milyen tárgyi feltételeik vannak, mennyire tudnak 21. századi módon működni a járási hivatalok. Hát ezt nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert a 2018-as év összefoglalójakor, és én szeretem mindig egy-két mondattal, vagy egy-két szóval jellemezni az előző évet, és akkor azt mondtam, hogy ez az elektronikus ügyindítás éve volt, hát, és ehhez kapcsolódik az előző évi fejlesztéseink zöme is, hisz 50 számítógépünket cseréltek le, amely, gondolom, hogy egy hatalmas előrelépés, és így a számítógépeink 5 év alattiak, tehát ez érzékeli azt, hogy viszonylag jó állapotú infrastruktúrával dolgozunk. A internetsebességen még javítanunk kellene, bár a foglalkoztatási osztály esetében emelkedés történt, de a kirendeltségeken még nagyon lassú, és a szakrendszereket ezt viszonylag türelemmel kell fogadni, hogy nem tudják olyan sebességgel kezelni a kollégák, de erre is ígéretet kaptunk, hogy ez fejlesztve lesz. Tehát más épület szempontjából nagyobb beruházásunk nem valósult meg, hisz előző években tapasztaltuk, hogy az Ady Endre úti épületet kaptuk meg, vagy a kormányablak kialakítása történt. Ugye az két fázisban is, mert első körben, tehát Karcag esetében a 8 munkaállomásos kormányablak, és aztán pedig a bővítés, hogy a NAV-nak a kirendeltsége is ott fogadja az ügyfeleket. Tehát Karcagon, hogyha valaki még esetleg, bár nem hiszem, hogy nem volt olyan állampolgár, aki nem járt még ezekben a hivatalokban, helyileg hol található meg a járási hivatal különböző osztálya, illetve a kormányablak? A kormányablak osztály, tehát két épületben található, az egyik a Karcag-Kossuth tér 1 alatt, a földszinti részen, a másik pedig Kisújszálláson, szintén a Városházán, a földszinti részen, a régi ókmányirodáknak a struktúráján épült ki, tehát hely szempontjából is hasonlóan ott található. Mindegyik kirendeltségen szintén a Városházán vagyunk, tehát akár Kisújszállás, ahogy említettem, Kenderesen, Kunmadarason szintén, és Berekfürdőn is a községházán található az ügysegéd. Mellette ugye az Ady Endre 4 alatt Karcagon 4 osztályunk található, a népegészségügyi osztály, a földhivatali osztály, építésügyi osztály és az élbájó, tehát az élelmiszerlánc állategészségügyi osztályunk. És Tiszafüreden van a népegészségügyi osztályunknak kirendeltsége. Ez, én úgy gondolom, hogy nagy segítséget jelent, hogy a 3 járási illetékességi területét fedik le olyan népegészségügy is, és közelebb lehet érni azokat a településeket a különböző ellenőrzések kapcsán. És a foglalkoztatási osztályt felejtettem ki, tehát ők pedig a Madarasi út 27 szám alatt találhatók. Ők maradtak gyakorlatilag a régi munkai központnak a helyén, működnek tovább. A kormányablakok megalakulását, létrehozását sikertörténetként lehet értékelni. Ez mit akar? Igen, én legalábbis bízom benne, hogy a kedves ügyfelek is sikertörténetként élik meg, és én úgy gondolom azt, hogy gyakorlatilag 2018-ban is 54 ezer ügyfelet szolgált ki a kormányablak osztály, ami azt jelenti, hogy heti 1100 ügyfél jelent meg, és az ő ügyeiket vagy helyben intézték, vagy továbbították az ügyeket, mert gyakorlatilag 2018. január 1-e óta bármilyen közigazgatási ügyet lehet indítani a kormányablakokban. Ez szerintem ez egy egyedülálló történet, hisz az ügyfélnek nem kell végigjárni valamennyi szakterületet, ha több ügyet akar intézni, hanem egy helyen, a kormányablakosztályban intézi, tehát akár személyigazolványt tud készíteni, akár a közgyógyi igazolványát, vagy a parkolási igazolványt, vagy a NAV-nak az ügyét intézi, vagy nyugdíj ügyet intéz, tehát mindent egy épületben, de nem is egy épületben, hanem egy térben, egy légtérben, mert a kollégák ugye egy helyen fogadják,
a kollégákat, és ez új, vagy az ügyfeleket, és ez tehát kisúszállás esetében is ugyanez történik. Hogy működik ez a gyakorlatban, hogyha most azon gondolkodtam, valaki bemegy, és mondjuk szeretne új személyigazolványt csináltatni, illetve még más navos ügyet, stb. Szeretne elintézni, akkor elég, ha egyetlen egy sorszámot húz, és akkor ott egy munkaállomáson mindent el tudnak intézni, vagy több helyre kell neki gyakorlatilag várakozni ahhoz, hogy a különböző ügyeit el tudja intézni? Hát célszerű több sorszámot húzni, ez még mivel a különböző személyi okmányoknak az intézéséhez olyan szakrendszerek szükségesek, amelyek nincs minden munkaállomásra telepítve, nem is szükséges, tehát az ügyfélforgalom tekintetében. Tehát az azt jelenti, hogy akkor egyik ügyféltől, vagy egyik ügyintézőtől a másik ügyintézőig kell menni, és célszerű több sorszámot húzni, ez a, és ott látják, aki érkezett, és gyakorlatilag különösebb várakozási idő mellőzése nélkül tud tovább menni. A NAV esetében ugye nem hozzánk tartozó szervezeti egység, ott mindenféleképpen ezt külön kell kezelni, de az ügyfélhívó pultnál, amikor húzza a sorszámokat, tehát ott szépen ki lehet válogatni, hogy milyen ügyeket kíván intézni. És ha valakinek a várakozási idő nagyon fontos, hogy mennyit tölt, tehát kevés az ideje, mert ugye általában rohanunk, akkor én nagyon szeretném kérni és javasolni azt, hogy vagy telefonon foglaljon időpontot, ezt én tudom, hogy a televízió ígérte is nekem, és eddig is mindig teljesítették, hogy megjelentek ezek a telefonszámok, vagy a Hírmondóban szintén olvasható volt, de amit nagyon tudok ajánlani, hogy a magyarország.hu honlapon fölmennek, megtalálják a járási hivatalokat, a karcagi járási hivatal, és ott tudnak időpontot foglalni, vagy az időpontfoglaló felületen is szintén beírja nekem ez az időpont, és akkor biztos, hogy nem kell várakozni. Lehet, hogy egy fél percet vagy egy percet, mert ott van még egy ügyfél, és még nem távozott arra az időpontra, de hogy nagyon rövid időn belül ő kerül sorra, ez biztos. A tapasztalat az, hogy nagyon kevés ügyfél él ezzel a lehetőséggel. Osztályvezető asszony mindig tájékoztat két hetente, hogy mennyi ügyfél volt az, aki élt ezzel a lehetőséggel. Hát sajnos még mindig csak a 20-as körüli létszámot látjuk, tehát ha most viszonyítunk ahhoz, hogy 1100 ügyfél jelent meg, és abból csak 20 foglalt időpontot, tehát úgy gondolom, hogy ettől már lehetne egy kicsit, vagy járhatnánk előrébb, de majd megtanuljuk, mint ahogy az elektronikus ügyindítást, vagy az ügyintézést is. Ugye nagyon sokan kötött munkaidőben dolgoznak. Mely napokon van, vagy várják az ügyfeleket hosszabbított, hosszított nyitvatartással, ügyfélfogadási idővel? A hétfői nap és a csütörtöki nap, tehát hétfőn reggel 7 órától várjuk az ügyfeleket, és természetesen 5 óráig, csütörtökön pedig este 6-ig. Mm. És a pénteki nap is, én úgy gondolom, hogy ez is hozzásegíti az ügyfeleket az ügyintézéshez, hisz 3 óráig vagyunk, tehát azért legtöbb munkahely 2 óra, 1 óra magasságában befejezi, vagy tehát véget ér a munkaidő, és akkor még lehet időpontot, vagy lehet ügyet intézni, és épp akár itt érvényes az, hogy ha időpontfoglalásom van, és nagyon kevés az időm, akkor pontosan tudok érkezni, és biztos, hogy még ügyfélfogadási időben tudja az ügyét intézni, bár nálunk ez elfogadott tény, hogy ha valaki netán 5 óra előtt 5 perccel érkezik, ugye, akkor nem fogjuk neki azt mondani, hogy bocsánat, de már mindjárt zárunk, hanem ki fogjuk szolgálni, tehát elintézheti az ügyét. És ugye azt mondta az előbb, hogy reggel 7 órától is van, amelyik nap nyitva vannak, tehát akár munka előtt is. Így van. Főleg, ha időpontot foglalt a kedves ügyfél, akkor el tudja intézni. Igen. Az ügyeit. Nézzük a 2018-as év eredményeit az egyes osztályoknak a munkájáról, mit lehet tudnunk, milyen eredményeket tudnak felmutatni. Már a kormányablak osztályról szóltam néhány szót, és mint sikertörténet, és tényleg nem azért, mert az ember hazabeszél, de én tényleg a pozitív benyomásaim vannak, és remélem, hogy az ügyfeleknek is pozitív ennek a rendszernek a működtetésére, és én ezúton is köszönöm a kollégáimnak a áldozatos munkáját, amellyel én azt gondolom, hogy maximálisan kiszolgálják az ügyfeleket, intézik a hozzánk fordulókat, fordulóknak a problémáját, és ahogy említettem, hogy az 54 000 ügyfél jelent meg nálunk, és néhány
számadatot is összességében a járási hivatal tevékenységéről azért bemutatnék, bár lehet, hogy van, aki nagyon nem szereti a számokat, én szeretem, mert azért beszédes tendenciát vagy beszédes adatokat lehet ezekből látni. A 2018-ban az elsőfokú határozataink száma 72 ezer volt. Tehát ez folyamatosan emelkedő tendenciát mutat, és egy másik nagyon lényeges számadat, hogy 212 ezer ügyiratot iktattunk. Tehát, és ezt az ügyintézők iktatják a napi ügyintézés mellett. Úgy gondolom, hogy ez egy fantasztikus mennyiségű, és ahhoz képest, hogy én viszonyítottam a 2013-hoz, ez 230%-kal magasabb, tehát több mint 2,5-szerese a ügyek határozatoknak a megoldása, egy intézése, és ahhoz képest, hogy a létszámunk pedig csak 19%-kal emelkedett a 6 év alatt, én azt úgy gondolom, hogy ez egy nagyon beszédes mutató, és az, amit a kormány meghatározott, hogy a közigazgatásban az eredményességet és a hatékonyságot kell elérni, ez a karcagjárás esetében bízom benne, hogy mindenki azt következtetés vonja le, hogy ez megvalósult. Tehát ez a hatékonyságra vonatkozik. Az eredményességre én azt szoktam nézni mindig, hogy az elsőfokú határozataink ellen mennyi fellebbezés érkezett, vagy mennyivel mentünk el akár bírósági szakaszig, ez nagyon csekély mérték, hál' Istennek. Tehát, ahogy említettem, a 72 ezer határozatból egy 27 ügy volt, amikor másodfokú fellebbezés, vagy másodfokra terjesztettük föl, és hetet kellett csak módosítanunk. Én ezt nagyon jó aránynak tartom, és ez egy minőségi munkának is élem meg, és még egyszer köszönet minden kollega munkájáért. Rendszeresen ugye tájékoztatást adunk akár a televízióban, akár az újságban a különböző jogszabályi változásokról, melyek azok, amelyek most a legfontosabbak, amik most életbe léptek, és szeretné akár a tévéképernyőjén keresztül tájékoztatni a lakosságot róluk. A március 1-jével lépett életbe a kormányzati igazgatásról szóló törvényünk, amely inkább csak a mi életünket határozta meg, tehát állami tisztviselőkből, vagy az állami tisztviselői jogviszonyunk kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakult át. Jelentősebb változásokat ez nem jelentett. Ami még módosult, hogy a munkaidőnk be eddig beszámított az ebédidő, a fél órás ebédidő, ez a január, vagy március 1-től már nem tartozik bele, és ezáltal másként alakult az ügy, a munkaidőn kezdete 8, tehát 7:30-ra érkezik minden kollega, de ezt természetesen tudomásul vettük. További, én úgy gondolom, hogy átszervezések várhatók. A létszámunk van és valószínűleg változás történik, de ez már a következő évnek a meghatározása lesz. Jövő évben természetesen visszavárjuk, és a terveink között az szerepel, hogy a következő időszakban az egyes osztályokat a járási hivatalból bemutatjuk majd a kedves nézőknek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönjük, hogy itt volt, és megosztotta velünk ezeket a fontos információkat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Köszöntöm nézőinket, a Kátai Gábor Kórház gyermekosztályán beszélgetünk dr. Szabó Mária osztályvezető főorvos asszonnyal. Gyönyörű adományokat kapott a kórház, azt gondolom, hogy a nőnap az most így a gyerekeknek is egy plusz ünnepet jelent, kihozta az adományokat. Ötödik alkalommal gyűjtöttek nekünk a korábban itt szült anyukák, Szabó Cinege Jolán vezérlésével.
Nagyon nagy segítség ez az osztályunknak, hiszen, mint már többször elmondtam, ezek fogyóeszközök. Tehát ugye itt minden egyes használat után fertőtlenítőszerrel történő mosás történik. Ezek bizony magas hőmérsékleten nem nagyon bírják, a kis rugdalózók, a gyerekruhák, viszont elég sok betegünk van, sok ilyen kiegészítőre is szükségünk van, úgyhogy ez nálunk, ahogy szoktam még egyszer, fogyóeszköz, tehát örülünk neki, hogyha a szülők adnak. Ez egy pozitív visszajelzés arra, hogy szeretnek bennünket, hogy talán olyat kaptak tőlünk, amiért őnekik is érdemes adni. Mi ezt hálás szívvel vesszük, és hát számítunk továbbra is a segítségükre. Igen, itt több mint 10 doboz hagyomány érkezett, és beszéltünk az édesanyával, mondta, hogy többsége karcagé is van, vidéki anyuka is, de itt nagyon sok olyan ruha van, ami talán föl sem vette a babon, mert megvették, de kinőtte, tehát ebben most nagyon sok új rugdolózó van, és ezekből a picikből gondolom, hogy a csecsemő osztály is kap. Igen, ez mindig így szokott történni, hogy egy válogatás után ugye besoroljuk, hogy melyik korosztályra jók ezek a ruhák. Mindig szoktak kapni badikat, kis tipegőket, az újszülött osztály kis betegei is, úgyhogy ez mindig közösen kapjuk, és ezt természetesen eljuttatjuk hozzájuk. És látunk itt játékokat, mesekönyveket, tehát az itt éppen sírást hajló kisbabákat, akiknek nincs itt az anyukájuk, azt gondolom, hogy az ápolónénik jobban meg tudják majd vigasztani, egy kicsit leülnek velük játszani. Hát az a tapasztalat, hogy nem csak azokat a gyerekeket ugye kell szórakoztatni bent létük alatt, akikkel esetleg nincs itt az anyuka, mert hál' Isten ez most már egyre kevesebb, ez kell, hogy mondjam, az elmúlt évek során, miután most már ugye gyakorlatilag minden 18 év alatti gyermekhez egy hozzátartozót fel tudunk venni, és hál' Isten a pályázatunknak köszönhetően mi ágyat is tudunk biztosítani a szülők számára, tehát megfelelő helyen alszanak, napi háromszori étkezést kapnak a szülők a mi osztályunkon. Az anyukás gyerekek is szívesen játszanak ezekkel a dolgokkal, hiszen tudjuk, ha valaki vidékről beköltözik, nézzük, hogy hány gurulós bőröndel érkeznek, már ha csak egyel kevesebbel kell jönni, nem hozzák a otthoni játékokat, meg hát tudjuk, milyen a gyerek, a másé, az új, az mindig érdekesebb. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a játékokat is. Elég sokat ügyelek, látom, hogy ügyeleti időben, illetve hát ugye, amikor már kicsit elcsöndesednek, bemennek, akkor is nagyon szívesen játszanak ezekkel. Köszönjük szépen! Én is nagyon szépen köszönöm, és még egyszer köszönöm azoknak a szülőknek, akik gondoltak ránk, akik nem a rokonságnak, vagy esetleg máshova tették ezeket a ruhákat, hanem arra gondolva, hogy ezt még nagyon szívesen használják a beteg gyerekek is, és még egyszer külön köszönet a Szabó Cinege Jolának, aki hát időt, energiát nem kimélve ugyanúgy az élére állt ennek a gyűjtésnek. Köszönöm szépen még egyszer. Bődi Szilvi ápolási igazgatóval beszélgetünk. Ön is itt volt, és azt gondolom, hogy örömmel veszi a kórház, amikor ilyen segítséget kap az anyukáktól. Igen, számunkra ez nagy öröm, hogy rendszeresen gyűjtenek a szülők adományokat a gyerekek részére, illetve az osztályok részére. Annak meg kifejezetten örülünk, hogyha a gyerekekre gondolnak, és látjuk, hogy nagyon sok szép, színes holmi ruházat és játék van az adomány között. Ennek azért örülünk, mert a gyerekeknek nem a rideg kórházi környezetbe, ruházatba kell lenni. Látjuk, hogy színes az osztályunk, gyönyörűen ki van festve, és ezek a szép kis otthonos, kényelmes ruhák is hozzájárulnak ahhoz, hogy ne érezzék olyan ridegnek ezt a környezetet, pszichésen ne terhelje meg őket a bentlét. A gyerekeknek pedig a játékok egészen a kisiskolás korig találhatóak az adományokba, és le tudjuk őket kötni, le tudják magukat is kötni a kis szabad idejükben, amit itt töltenek bent a kórházban. Reméljük, hogy lesznek még adományok. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, reméljük mi is, és köszönjük szépen még egyszer az adományozóknak. Jeles naphoz érkezett a Szentpál Marista általános iskola. Mi ez a nap, mire készülnek a mai napon? Farsangi felvonulásra készülünk. A telet szeretnénk elűzni, úgy néz ki, sikerül is, mert süt a nap hétágra.
9. alkalommal vonulunk már föl a városba. Egyrészt meg szeretnénk mutatni magunkat a városnak, másrészt a városnak egyfajta programjává szeretnék ezt a felvonulást kinőni, hiszen nagyon szívesen várjuk a többi általános iskolát, óvodásokat, csatlakoznak is hozzánk évről évre nagyobb számban. Most is rengeteg gyermek vesz részt a felvonulásban. Mi a különlegessége ennek a felvonulásnak? Ezt a felvonulást a testvérek hozták úgymond magukkal Katalóniából, Spanyolországban nagy hagyománya van ennek. Hát a gyerekek készülnek rá, minden osztály másfajta jelmezt készít, saját maguk készítik, ők ötletelnek, hogy mik szeretnének lenni, és hát miután összeáll az iskola, apra jön adja, mert mindenki jön, a szülők is csatlakoznak, természetesen a nevelők is jönnek, hát elindulunk és várjuk a csatlakozókat. Különleges nagy jelmezeket is láthatunk, ez is kintről érkezett hagyomány? Igen, az iskola mellett a fenntartó működtet egy tanodát. A tanodába egyrészt a mi gyermekeink járnak, másrészt a tőlünk elballagott középiskolás gyerekek. Ezeket a nagy jelmezeket jó részt ők készítették, kasírozták. Említette igazgatónő, hogy a szülők is megjelennek. Fontos önöknek, hogy részt vegyenek ebben a mulatságban? Igen, természetesen. Nagyon sok programra, eseményre hívjuk a szülőket, hiszen a gyerekeket nevelni csak a szülők egyetértésével lehet. Tavaly egy picit zordabb volt az idő, most nagyon jó idő van. Mennyire várták a gyerekek ezt a napot? Mennyire fontos esemény ez az iskola életében? Hát természetesen nagyon. Az első 2 órát azt elég nehéz volt megtartani már délelőtt, ezt nem kell mondanom. Úgyhogy természetesen nagyon készültek rá. A felvonulás után folytatódik a mulatság az iskolában? A farsangok már megvoltak az alsósoknak, a felsősöknek a diák önkormányzat pénteken fogja tartani, ezzel záródik a farsangi időszak, hiszen jövő héten már hanvazó szerda. Köszöntöm nézőinket, a Karcagy Arany János Általános Iskolában beszélgetek Szentesini Nálási Tünde igazgató asszonnyal, hiszen a március eleje az önöknél mindig az aranyos napok kezdete. Ma is azzal kezdtek, de mi minden lesz még? Üdvözlöm a kedves nézőket! A mai napon megtörtént a Aranyos Napok idei projektnyitója. A következő napokban városi rendezvényekre várjuk a társintézmények tanulóit, pedagógusait, a holnapi nap folyamán irodalmi versenyünk lesz, csütörtökön pedig toldi erőverseny formájában méri össze Karcagváros tanulói ifjúsága az erejét. Azt gondolom, hogy ez egy jó kis mókának tűnik, de azért komoly dologról is beszéljünk, hiszen 25. alkalommal rendezték meg az Aranyos Napokat, 25 éve vette fel a költő nevét az iskola, viszont a mai nap még egy jeles dolog is történt, hiszen egy nagyon szép adományt kapott az intézmény. Igen, pontosan. A mai napon a Nédiosz Kft. Felajánlásából 150 ezer forint értékű könyv ajándékcsomagot kaptunk. A Karcagvárosban működő könyvesbolt adománya ez tulajdonképpen. Nagy örömmel vettük, hiszen gyermekeinket igyekszünk minél több könyvhöz, olvasásélményhez juttatni. És hát azt hiszem, hogy ez a gyerekeknek is nagy élmény, hiszen nézegettük, nagyon szép színes könyvek vannak, tehát azért kisebbeknek, nagyobbaknak olvasni való, és ahogy ott elmondta a beszédében is, az aranyos gyerekek még szeretik a könyveket. Így van, erre igyekszünk nevelni őket, nagyon fontos, hogy a könyvtárban minél több időt, iskolai könyvtárunkban is minél több időt töltsenek. Nagyon fontos az, amit átvehetnek a könyvekből, azt az élményt semmi sem pótolhatja. És ezt reméljük, hogy lesz még folytatás, hiszen itt az igazgatóra, aki itt volt, mondta, hogy igyekszenek majd még más módon is támogatni. Viszont az is egy fontos dolog, hogy ilyenkor mindig az iskola diákjai lépnek föl. Így van, nagyon fontos, hogy ilyenkor megmutassuk magunkat, megmutassuk, hogy milyen kreatívan tudunk megemlékezni nekünk fontos eseményekről, vagy az ország számára fontos eseményekről. Így történt ez ma is, a 8. A osztályunk mutatta be előadását Arany Jánosról. És hát itt tényleg a modern technika már bejött, hiszen PowerPointot mutattak be, tehát azt hiszem, hogy azért az is fontos, hogy a könyvek mellett egy kicsit a korral is haladjanak. Így van, ezt nagyon fontosnak tartjuk mi is, és a mai gyerekeket, mindegy milyen háttérből érkeznek, nagyon érdeklik az újkori tudományok, az IKT használata, a PowerPoint, tehát mi is felkészülten várjuk ezeket a kihívásokat, és ezért tartottuk fontosnak, hogy a mai megnyitón ebből is lássunk egy kis szeletet. Jó munkát kívánunk, és sok sikert még a következő Aranyos Napok programjaihoz. Köszönöm szépen az érdeklődést!
Köszöntöm nézőnket, dr. Nagy Molnár Miklóssal beszélgetünk, hiszen hamarosan nyílik a György István Nagy Múzeum egy gyönyörű kiállítás. Szűcs Imre kerámiái között vagyunk. Azt gondolom, hogy nagyon sokan várják ezt a kiállítást. Igen, én is köszöntök mindenkit. Feltételezhetően sokan is fognak jönni, hiszen mindenki, vagy sokan ismerik Szűcs Imrét, aki Karcagváros szülötte. Karcagról indult el ezen a 70 éves, illetve 50 éve van korongnál, de ő maga 70 éves, 50 éve ül a korong mellett önállóan, ezen a pályán itt indult el, hiszen Kántor Sándor tanította. Ahogy megérkeztek, az előbb beszélgették, hogy nem is fér ki sok minden, tehát kicsinek bizonyult a múzeumnak az ideiglenes kiállítóterme, hiszen sokkal több mindent szeretett volna Imre is, meg ön is megmutatni. Igen, tulajdonképpen Imre az a fazakas, aki az egész pályafutása alatt a legfontosabb tárgyait egyrészt el is adta, mert hiszen valamiből meg kell élni, de meg is őrizte. Tehát tulajdonképpen ő neki már egy saját ház, tehát egy saját múzeuma is lehetne, annyi tárgya van, úgyhogy ez tulajdonképpen csak egy ízelítő. És nem véletlen, hogy a miskák előtt állunk, azt gondolom? Tulajdonképpen igen, amikor ugye egyrészt a múltkor már beszélgettünk arról, hogy most a legfontosabb tárgyai közé, én úgy gondolom, a miskakancsókat tarthatjuk. Már a Fazakas Triennálén legutóbb mezőtúron is, vagy a Karcagon, ami 3 évvel ezelőtt volt, illetve pontosabban idén 4 évvel ezelőtt volt, akkor is már a miskáit csodálhattuk meg. Már akkor is azt mondtam, hogy tulajdonképpen ő az, aki minden miskát képes megcsinálni, ami Magyarországon egyáltalán megtalálható, és a legszebb miskánkat ő készíti. És hát mögöttünk meg azért a Kántor Sándor hatásaként, itt vannak a tyúkocskák, a brüsszeli világkiállításnak a nyertes dolgai, átvarázsolva a Szűcs Imre módra. Természetesen, hiszen ugye visszaköltözvén, illetve elköltözvén Tiszafüredre, ő a Kántor hagyományokat, aki ugye szintén a tiszafüredi hagyományokból indulva hozta létre saját hagyományait, ezeket a Kántor hagyományokat vitte vissza Tiszafüredre, és vegyítette az ottani, amiket ő is ott talált, füredi hagyományokat, azzal vegyítve alakította a kiállítását, illetve a tárgyait. Sok-sok mindenről tudnánk még beszélni, de azt gondolom, hogy a képek beszélnek helyettünk is. Meddig látható a kiállítás? A kiállítást március végéig tervezzük, mert április közepén már egy másik új időszaki kiállításunk lesz, az majd egy izraeli fotókiállítás lesz. Köszönjük szépen! Köszönöm én is! Szűcs Imrével beszélgettünk itt a kiállított tárgyai között. Az előbb Nagy Molnár Miklóssal a miskákról beszélgettünk, a tyúkocskákról beszélgettünk, de itt a kiállított tárgyak között mi a kedvenc? Hát, mint egy család apának nincs kedvenc gyereke, így nekem sincs olyan tárgyam, ami kimondottan a kedvencem. Én mindet ugyanolyan szeretettel csináltam, a legkisebbtől a legnagyobbig. Úgyhogy kiválasztott kedvencem nincs. Azért azt gondolom, az elmúlt 50 év alatt több ezer, több tízezer darab készült, hiszen azért voltak olyanok, amik sorozatgyártásban is mentek. Kántor Sándor tanítványaként azt gondolom, hogy nem sokan mondhatják el, hogy hatással volt rájuk a mester. Ön azért érdekes módon került a Kántor műhelybe is. Hát a véletlen nem múlt, hogy oda kerültem, az biztos. Hát Anikó majd el fogja megnyitóban mondani, hogy Szűcs Imre jókor jó helyen volt. Ez a véletlennek köszönhető valóban, de azt hiszem, hogy szerencsésnek mutatom magam, hogy ennek a véletlennek éppen én vagyok a részese. És hát azt gondolom, hogy az az alázat, amivel ön a fazekas mesterség felé kiteljesedett, vagy ebben kiteljesedett, az is egy követendő példa lehet, ezt a gyermekei is viszik tovább ezt a mesterséget. Hogyan látja 50 év múlva is, ők is a pályán lesznek még? Remélem, hát nem azért tanítottam meg őket, hogy félretegyék a szakmát. Most kicsit pihentetőben vannak, de ez csak átmenet, úgyhogy... Nem is, hát én arra gondoltam, hogy azért a népművészet iránt azért 50 év múlva is lesz-e még kereslet. Szerintem mindig lesz, mert ez az emberrel él. Ez a népművészet az a máról ugyanúgy szólt a múltról, ugyanúgy szól a máról. Aki befogadja, az örömét fogja lelni benne, és erre biztos, hogy szükség van.
számtalan díjat kapott már, rengeteg fazekas triennári, biennáriknak a nagy díjait hozta el. Itt is van a másik teremben olyan kiállított tárgy, ami díjazott volt, a miskák között is vannak díjazottak. Hova lehet ezt még fokozni? Hát én azt hiszem, hogy hát még a maximumnál nem tartok, de hát amit csak lehetett díjat, én már mindent megkaptam. De nem ezért csinálom. Csak ennyire értékelik a munkámat, hogy nem sajnálják tőlem a díjakat, meg az elismeréseket. Na jó, de hát ezt ki kell érdemelni, tehát a díj az nem csak úgy hullik az ember kezébe, hanem azért abban rengeteg munka van, rengeteg ötlet. Esetleg lesz-e olyan minta, amivel úgy kacérkodik, és mondjuk idegen eddig, mert mondjuk nem olyan minta volt, amit öntől megszoktunk? Hát én azt hiszem, hogy a zöld-feketén még nincs kimerítve. Az a stílus az, amit még lehetne még fokozni, még próbálkoztam idegen színnel, kék zölddel, de az valahogy nem nyerte meg úgy a tetszése, mint a zöld-fekete. De ebből még lehet mit alakítani. Hát én azt kívánom akkor, hogy még évtizedeken keresztül ön is, felesége is és a két lánya is, és utána pedig az unokák is vigyék tovább a Szűcs Imre által elkezdetteket, és hát akkor még sok olyan kimerítő mintát kívánunk önnek, amiről most még csak álmodozunk, hogy megnézhetjük, hogy milyen gyönyörűségeket alkot. Hát köszönöm, a jó Istenre vagyunk bízva, meglátjuk, hogy meddig enged dolgozni, mert ugye itt fizikai munkáról van szó, nem csak hogy odaülünk, aztán rajzolgatunk, nem, ott agyagot kell gyúrni, fel kell ülni a korongra, kidíszíteni, cipelni, és az idő megtelik. Úgyhogy még szeretnék dolgozni, hát majd a jó Isten megmondja, hogy meddig ad időt rá. Minél tovább, ehhez jó egészséget kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, Háttér című magazinműsorunk következik. Mai vendégünk Molnár Ferenc Karaul, a Kötöny Népe íjászkör titkára. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Molnár Ferenc Karaul, a Kötöny Népe karcagi íjászkör titkára. Szeretettel köszöntöm stúdiómban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm, hogy meghívott. Azért hívtuk ma meg egy stúdióbeszélgetésre, hogy beszámoljon nekünk a 2018-as esztendő fontosabb eredményeiről, eseményeiről, illetve egy picit tekintsünk majd a jövőbe, a közeli és a távolabbi jövőbe, hiszen majd egy nagy rendezvényre készülnek, egy jó másfél hónap múlva lesz ez esedékes, de erről majd egy picit később. Kezdjük talán azzal, hogy hogyan mutatná be az íjászkörüket, mikor alakultak, egy újítást is látok Önön, hiszen Kötöny Népés pólóban jött el hozzánk. Igen, üdvözlöm én is a nézőket. Ha a legelején kezdenénk, nagyon röviden 2009-től működik a íjászkör, mint egyesület, és azóta dolgozunk egyre nagyobb erővel azon, hogy ez az íjászat, mint hagyomány egyre szélesebb körben legyen népszerű, kis hazánkban, illetve szélesebb közegben is. 6. éve rendezünk saját versenyeket. Beléptünk a Magyar Íjász Szövetség kötelékébe, a Keleti Gyepibe. Nagyon sok olyan plusz dolog van, ami az elmúlt 10 évben tulajdonképpen folyamatosan változott, és minden afelé mutat, afelé tendál, hogy egyre inkább, igaz, amatőr sportág, de egyre inkább szervezeti formát ölt ez az egész. Ugye a MISZ, a Magyar Íjász Szövetség ezt elég komolyan felügyeli, szabályokat hoz, amik ilyen keretek között kellenek is természetesen, és elhivatottsága a MISZ-nek egyébként egy ilyen belső titkot áruljak el, hogy 2030-ra az íjászatot nemzeti sporttá tegye, úgyhogy e felé megyünk mi is. Jubilálnak az idén, ugye már
azt mondta, hogy bocsánat, hogy 2009 óta működnek egyesületi formában. Hány taggal alapították ezt az egyesületet, illetve hova fejlődött ez az elmúlt 10 év során? Hát tulajdonképpen az alapításhoz egy 12-13 fő volt meg, az az alap. Tulajdonképpen a törzsgárda, akik így fejből kipattant ötletként úgy döntött, hogy legyen hivatalos formája az egyesületnek. És a taglétszámunk tulajdonképpen 40-42-re felduzzadt az évek folyamán. Ebből vannak ártaló tagok, passzív tagok, akik most ügyes vagy egyéb dolog miatt éppen nem aktívak, de ugye az egyesületünk tagjai ugyanúgy. Például ön hol találkozott ezzel a sporttal? Hogyan kezdett el ezzel foglalkozni? Ez nagyon érdekes nekem, épp nemrég jutott eszembe, hogy igazából nincs olyan gyermek szerintem, aki nem ábrándozott valamikor íjászatról. Tehát bennem is megvolt ez mindig régebben is, de felnőttként találkoztam vele többször. Többször voltunk olyan helyen, ahol lehetett kipróbálni ezt a dolgot, de az igazi az az volt, amikor megláttam azt az íjat, amit úgy gondoltam, hogy az engem megszólított, és azt meg kellett vennem. És ezzel az íjjal otthon pár lövés után megkerestem akkor még nem egyesületet, csak a Bimbóza egyesületet, és beálltam közéjük, és onnantól kezdve tulajdonképpen jött a dolog magától. Mennyire költséges ez a sport gyakorlatilag, mert nem igazán hobbinak lehet ezt nevezni? Hát igen, vannak költségek. Annyira talán nem, mint egy vadászat, de itt is vannak költségek. Hát csak annyit mondok, hogy egy darab vesző 2000 forint, és akár egy lövéssel eltörhetem a veszőt, és vehetek másikat. Egy középkategóriájú így 30-40 ezer körülbelül, ennél fölfele 150 ezerig természetesen vannak, itt is vannak különböző típusok, tradicionális íjak, vadászreflexek. Úgyhogy a ruházattal, ha a történelmi íjászatról beszélünk, ez ugye kiegészítőnek feltétlenül kell hozzá, úgy gondolom, egy olyan közel félmillióra tehető, mire úgy minden megvan, és akkor úgy. Ezt kell szinten tartani tulajdonképpen. A taglétszám összetételét tekintve nők, férfiak aránya hogyan alakul? Hát a taglétszámunk, ennek örülünk, mindig is nagyon optimálisan alakult, teljesen heterogén, a nyugdíjastól a kisgyermekig megtalálható benne minden korosztály, illetve a nők, fiúk aránya is szerintem optimális. A fiúk többen vannak, de mindig is volt, és van is jelentős létszámú női tagságunk. Ugye van egy téli időszak, van egy tavaszi-nyári őszi időszak, gondolom az egyiket zárt helyen töltik, a másikat a természetben. Hol tudnak gyakorolni, és mi a különbség a két időszak között gyakorlás tekintetében? Hát óriási a különbség. Egyrészt a versenyek rendezésében, hiszen kint a telepen a történelmi íjászat az mindig valamilyen természetközeli helyen történik, ami kell egy ilyen háttérnek. A terem az pedig általában ugye sportcsarnok. Edzés szempontjából mi is így készülünk. Nyáron kint a dombnál lövöldöztünk, eddig az volt a kinevezett edzéseink, ami most ugye megszűnt, hiszen ott építkezés folyik, majd ez is a jövő feladat, hogy keresnünk kell egy másik kinti edzéshelyet. Terem pedig úgy jött, hogy az önkormányzattól a laktanyában bérelünk egy helységet, ami egyben laktár és egyben gyakorlóhely is tulajdonképpen. Nagyon jó, mert fedett, ugyanakkor nagyon hideg télen, tehát a körülmények azok bizony kicsit mostohábbak, mint nyáron, amikor kint tudunk lenni. Többször említette az imént, hogy történelmi íjászat. Ez mit jelent? Igen, mert az íjászatnak több ága van, ugye a Magyar Íjászszövetségen belül is, és ugye ez a történelmi íjászat tulajdonképpen az, ami a tradicionális, hagyományos íjászatot vinné tovább. Tehát nem olimpiai íj, nem fém íjak, nem szétszedhető íjak, hanem ezek a úgynevezett régi tradicionális íjak, amik természetesen ma már modern anyagból készülnek, fából, laminádból, műgyantás, üvegszálas erősítéssel, de a forma, az alap, az megmaradt a régieknek. Megvan az ív a magyar íjnak, bár nálunk megtalálható a török íj, a tatár íj, elég sok típusa. Ez az íjkészítőtől függ, hogy ő éppen milyen íjat szeret gyártani, úgyhogy ez is elég nagy a választék, de mind történelmi alapokon nyugszik tulajdonképpen.
Mi a különbség a téli versenyek és a nyári szabadtéri versenyek között? Ugye itt most nem arra gondolok, hogy az egyiken hideg van, a másikon meleg, hanem milyen lehetőségeik vannak például egy sportcsarnokon belül, illetve a természetbe, milyen célokat lehet kihelyezni? Tehát a kettőt, hogyha összehasonlítjuk, akkor milyen alapvető különbségek vannak közte? Tulajdonképpen azt mondom, hogy az alapvető különbség csak a terem. Tehát a célok összeállítása ugyanolyan változatos, ugyanazokat a célokat mind a két területen el tudják helyezni. Itt attól függ, hogy az egyesület milyen célokkal rendelkezik. A teremben szűkebb a hely, de tulajdonképpen mindent tudnak használni, amit kint a természetben. Itt egyedül maga, ahogy szokták ezt nevezni, a feeling más, hiszen a teremben is beöltöznek a fiúk történelmi viseletben, viszont ez a természetben nagyon szép és nagyon jó. A teremben is szép, csak ugye nem oda illik, ahogy szoktuk mondani. De egyébként nincs, ilyen szempontból nincs nagy különbség. Azt mondta, hogy ugye attól is függ, hogy milyen célokkal rendelkezik az egyesület. Önök milyen célokkal rendelkeznek? Hát szerencsére egyre jobb az ellátottságunk, de ez sosem elég, mert ez is fogyóeszköz. Tehát egy versenyen, amit mi is rendezünk, a felállított célok, ha teljesen újak, akkor is úgymond 20%-30% amortizáció verseny végére. Tehát egy-két verseny után újat kell vásárolni. Úgyhogy mindig erre törekszünk, erre pályázunk, és saját bevételekből igyekszünk mindig pótolni a célokat. Hát nem beszélve a gyakorlásról, az edzésről, mert ott meg, ahogy szokták mondani, pusztítjuk a polifómokat. Ilyen modern műanyagból készült polifómokra lövöldözünk ma már, ami nagyon jó, de viszont nagyon gyorsan használódik, ami egyrészt jó, hiszen akkor rengeteget gyakorlunk, és ez jó nekünk is, viszont ez az anyagi forrásokat mindig meríti, azon vagyunk, hogy mindig optimálisan tudjuk pótolni. Pályák berendezését tekintve honnan merítenek ötleteket? Ezt a Scootfieldből egyrészt, másrészt pedig, ahogy járjuk a versenyeket, rengeteg versenyen részt veszünk az év folyamán, elsősorban a keleti régióban természetesen, fönt észak és lent a déli részt szoktuk járni. Ahol látunk valami érdekes ötletet, azt megpróbáljuk elraktározni, és vagy átalakítva egy kicsit, hogy ne ugyanaz legyen, mi is megvalósítsuk. De vannak azért valamilyen szinten szervezeti formái is, mondom, ma már egyre inkább, tehát lehet egy örömi játszatról beszélni, tréfai játszatról, ami ki lehet próbálni rengeteg célt. Ha viszont közelítenek akarunk a Magyar Íjász Szövetség országos bajnokságon felállított dandó céljaihoz, akkor ott már van egy séma, ami úgynevezett kötelezen előírt célok kategóriánként, és akkor amellé az egyesület saját maga rakhat be saját célokat, saját ötleteket, de ott már van egy bizonyos százalékban, ahol meg van kötve a kezünk, úgymond, hogy azt a célt, azt kötelező elemként be kell állítanunk, és mi is e felé megyünk. Beszéljünk akkor a tavalyi esztendőről. Milyen versenyeken voltak, melyek azok, amelyeket kiemelni, és milyen eredmények születtek, eredményeket értek el, amelyekre a legbüszkébbek? Mert gondolom, hogy minden eredményre büszkék, igen, természetesen. Igen, köszönöm az érdeklődést, ezzel erről mindig büszkeség beszélni, öröm beszélni, inkább így fogalmaznék. Tavalyiban nagyon sok minden volt, országos bajnokság, kezdem a saját versenyünkkel természetesen, ugye az ötödik nagykun viadal rendezhette a Kötöny népe, de volt világbajnokság, országos bajnokság, városok viadala szokások szerint. Úgyhogy ha csak a miénket nézzük, a saját versenyünket, ami nekünk a legfontosabb, ott is előrelépést tapasztalhattunk, folyamatában népszerű a versenyünk, ezt veszük észre. Tehát egyrészt előrelépés volt az, hogy a megjelenő íjászok létszáma ismét a 200 fölött volt. Ugye ötödik alkalommal volt ez a versenyünk tavaly megrendezve, első alkalommal volt 100 alatt a létszámunk, a harmadik alkalommal már 200 fölött, és ezt folyamatosan tudjuk tartani és fejleszteni. Ez úgy gondolom a versenyünk népszerűségét dokumentálja. Ez minek köszönhető? Több összetevés. Egyrészt én tudom, hogy nagyon szeretek ide járni. Az erdei futópályán rendezzük a versenyt, ami egy nagyon ideális helyszín. Árnyas, ligetes, ha esik, ha fúj, ha napsüt, igazából minden, ami picit véd.
Nagyon szeretik a területet, szeretik a céljainkat, szeretnek minket, hiszen mi is megyünk hozzájuk, tehát ez ilyen oda-vissza működik. Plusz az a május 1-i időpont, ami olyan, ami nagyon ritkán esik hétvégére, tehát nincs egyéb verseny, ez sem igaz teljesen most már, de azért mégis jóval kevesebb verseny van, mint egy hétvégi időponton, tehát úgymond ráér az íjász, és keres is magának elfoglaltságot, és hát ha van Karcagon íjász verseny, akkor menjünk oda. De ez hihetetlen azért, hogy ugye 5. alkalommal rendezték meg, és az előbb azt mondta, hogy az elsőn közel 100-an voltak, a harmadikon meg már 200 fölött volt, vagy 200 körül volt a létszám. Igen, mert csak el kellett indítani, tehát meg kellett, hogy ismerjék, és ugye a legjobb cégér, a legjobb reklám az, amit ugye szájról szájra terjed, tehát ugye ment a hírünk. Amit nem említettem, még talán a vendéglátás. Ez is nagyon fontos, hogy hogyan látjuk vendégül az íjászokat. Úgyhogy itt is én úgy gondolom, hogy olyan előrelépés történt, ami nagyon fontos, tehát a szponzorok tekintetében, a támogatók tekintetében is nagyon nagy előrelépésnek tekinthetjük, hogy egyre többen támogatnak bennünket. Van, aki csak apró dolgokkal, hiszen mindig vendégül látjuk az íjászokat, zsíros kenyérrel, egész nap, pogácsával, és van, aki csak ezzel járul hozzá, hogy azt adja nekünk természet, de van, aki anyagilag járul hozzá. Nagyon nagy segítség például a Hubai Imi támogatásai, hogy a kajában segít be. Nagyon-nagyon fontos. Azért 200 ember, több mint 200-at vendégül látni ebéddel, verseny után, megvendégelni őket, tehát ez egy kisebb lakodalom, tehát azért ez nagyon fontos, hogy itt kapunk segítséget. Vagy akár a büfé üzemeltető Szabó Pisti mindenébe kitelepül. Nekünk erre ugye nincs gondunk, ez is egy óriási segítség, hogy ő rendezi a büfé részét. De számtalan ilyen apró dolgot, az érmektől a kupákig említhetnék, akiktől kapunk segítséget, hogy az a bizonyos önerő, ami van nekünk, ez ezzel duzzadjon egy kicsit tulajdonképpen. Kik voltak a tavalyi évben a legeredményesebb sportolók, íjászok, ha lehet így fogalmazni? Igen, tulajdonképpen az ifjúsági korosztály az, ami úgymond a legtöbb érmet hozta. Összességében több mint 50 érmet sikerült a tagok létszámnak összegyűjtegetnie egész év alatt. Tulajdonképpen a legeredményesebb versenyzőnk, és rá is térnék a következő nagy eseményre, a 2018-nak a világbajnokság, hiszen ott kettő versenyzőnk képviselte egyesületünket, Csanádi Zádor és Csorvási Zoli. Zádor ifjúsági kategóriában, Zoli felnőtt kategóriában, és Zádor a kettő számban indult, van a hagyományos céllövészet, és volt egy úgynevezett táv céllövészet, ami ugye messzebbről kell eltalálni a célt, ennyivel másabb, meg kevesebb a cél. A céllövészetben ezüstérmet szerzett, a táv céllövészetben azonban megszerezte saját maga és egyesületünknek is az első világbajnoki címet tulajdonképpen. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez mindent vitt a tavalyi évben. Nagyon örültünk neki, nagyon szurkoltunk neki. Zoli 5. lett ugyanezen a szinten. Én úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon szép eredmény. 370-380 volt a létszám körülbelül, nagyon sokan jöttek különböző országokból. Gyulán volt egyébként maga ez a verseny megrendezve. Együtt az országos bajnoksággal, ezt valahogy most úgy hozták össze a szervezők, hogy ne kelljen külön egy hónap múlva megint ezeket a célokat elővenni. Ott abban az intervallumban megrendezték, a világbajnokság 5 napos volt, plusz az országos bajnokság 2. Tehát ez egy non-stop egy hét tömény íjászat, és ha már ugye ott voltak a fiúk, akkor az országos bajnokságon szintén részt vettek, ahol Zádor átmentette a formáját, és újra csak megnyerte az országos bajnokságot is, tehát országos bajnoknak is tekinthető, illetve Csorvási Zoli már itt dobogóra tudott állni, itt második lett, ezüstérmet szerzett. Ezen a versenyen részt vett a Karas Lajos is, és Betty, Nagy Bettina. Bettike 4. lett, éppen lemaradva a dobogóról, illetve Lala 13. helyen végzett, a legnépesebb mezőnyben, vagy a felnőtt mezőnyben, ahol nagyon nagy a létszám, és ha megnéztük a pontszámát, tulajdonképpen pár ponttal maradt el a 6. helytől, ami ugye egy pontszerző hely, egy ilyen plusz rálövéses döntőt jelent az első 6-ba jutás, ezért fontos. Gondolom tehetség is kell ahhoz, hogy valaki ilyen eredményt érjen el, de mennyi gyakorlás szükséges? Igen, tehetség, kitartás, ez elengedhetetlen. Rengeteg gyakorlás, nagyon sok.
Önök egy héten például hányszor, mennyi alkalommal gyakorolnak? Igen, együtt csak hétvégén. Tehát amikor együtt edzés van, az csak a hétvége. Otthon aztán mindenki magának, amennyit tud, amennyi ideje van rá, amennyi lehetősége van rá. Ugye nagyon sok mindentől függ, ki hol lakik, milyen helye van, milyen lehetősége van. De azt mondják, mindenre születni kell, de a gyakorlásra viszont nagyon sok minden elsajátítható. És úgy gondolom, hogy ez a sportág olyan, főleg a tömegét tekintjük, ahol a rengeteg gyakorlás az, ami előre visz. Ugye az előbb már beszéltünk a május elsőjei nagy versenyükről, saját rendezésű hazai versenyükről. Egy jó másfél hónap körülbelül, és ismét itt lesz egy ragyogó alkalom ennek a versenynek a megrendezésére. Én már a hatodik alkalommal. Hogy állnak a szervezéssel? Lesz-e valami újítás? Mire számíthatnak majd a kilátogatók? Mit lehet tudnunk majd erről a versenyről? Igen, nagyon szeretnénk, ha minél többen kilátogatnának, hiszen ez is egy emelkedő tendencia az elmúlt évekhez képest. Egyre többen szeretnek kijönni, szétnézni, hiszen a célokat mindig úgy állítjuk fel, hogy az erdei futópálya, futóösvény az körbejárható legyen a verseny alatt is. A célok befelé helyezkednek el, szigorú biztonságtechnikai előírásoknak megfelelően, és azt látjuk, hogy nagyon szívesen jönnek ki a látogatók. Egy kis multidézésre most így is mondhatnám, hiszen beszéltünk arról, hogy ezek az íjászok felöltik magukra eleink történelmi viseletét, és egy picit vissza lehet utazni a múltba. Ez így lesz idén is. Ami tulajdonképpen újítás, vagy új dolog az idei, vagy inkább úgy mondom, hogy pluszként tekintendő, amiről beszéltem, hogy szervezeti formát kezd ölteni a dolog egyre inkább. A Magyar Íjászszövetségen belül is létrehoztak régiókat, ahol ilyen kisebb csoportokban szervezik ugye az íjászatot, vannak ugye régiós vezetők, és az idei évben mi az Észak-Alföld régióhoz tartozunk, és az idei évben létrehoztak egy úgynevezett régiós bajnokságot, ami az országos bajnokságra felkészítő tulajdonképpen, és ebben mi is bekapcsolódtunk, 5 helyszín, 5 település kapcsolódott be, mi vagyunk az egyik, és ezáltal tulajdonképpen van egy olyan járulék annak a dolognak, hogy mivel egy régiós bajnoki cím ugyanolyan presztízs dolog, 5 helyszínből a 3 legjobb eredményt veszik figyelembe, és ez alapján dől, hogy ki a régiós bajnok. Úgy gondolom, hogy minden íjász törekszik minél több versenyen részt venni, minél jobb eredményt elérni. Tehát minden verseny, mind az 5 helyszín ezáltal látogatottabb lesz íjász szempontból, tehát még több íjászra számíthatunk, úgyhogy még nagyobb alapossággal, részletességgel kell készülnünk, és némi változtatásokat persze nekünk is eszközölni kell, pontosan a MISZ előírások miatt, ha már egyszer felkészítő egy országos bajnokságra, a mi céljainknak is valamilyen szinten meg kell felelni annak, hogy olyan célokat állítsunk ki, ami az országos bajnokságon is majd lesz nekik. Mit tud elmondani a kedves nézőknek, hány órától kezdődik majd május 1-én a verseny? Azt ugye tudjuk, hogy az erdei futópályán kerül megrendezésre. Mikortól lehet kimenni, nézelődni, érdeklődni, szurkolni a versenyzőknek? Az íjászok már 9 óra előtt 8 órától tulajdonképpen gyülekeznek. Mindig alakítunk egy belövőpályát, nevezés van, és a verseny mindig egy hivatalos megnyitóval kezdődik. Kovács Sándor országgyűlési képviselőnk a kezdetektől ott van velünk, minden versenyünkön ott volt, eddig ő volt a hivatalos megnyitónak a résztvevője, úgy gondolom, hogy idén sem lesz ennek akadálya, de még ezt majd egyeztetjük vele. És a hivatalos megnyitó után 10 órától tulajdonképpen indul a verseny, a csapatok elfoglalják a helyüket, és onnantól kezdve tulajdonképpen bárki, bár már a megnyitóra is ki lehet jönni, tehát 9:30-tól tulajdonképpen bárki megnézhet bennünket, az egy külön látványossága, hogy a sok íjász még ott együtt látható, nem szétszórva a csoportokban, úgyhogy 9:30-tól az erdei futópályán nyugodtan lehet bennünket megnézni, kérdezgetni, beszélgetni, sőt, napközben ki lehet próbálni majd az íjászatot, erre ügyelünk, hogy egy kis helyet mindig biztosítsunk azoknak, akik ha már kijöttek és családdal egyedül, és szeretnék kipróbálni, akkor legyen lehetőségük, mindig felszatunk át egy kis pici célocskát, kis tartalék íjjal és célokkal, hogy ki is lehessen próbálni.
Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, sikeres verseny, de bonyolítást kívánunk, és szerintem a legfontosabb az, hogy jó idő legyen. Igen, eddig nagyon-nagyon szerencsénk volt, minden alkalommal kiváló időben rendeztük a versenyt, és nagyon bízunk, hogy idén is így lesz. Így legyen, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm én. Kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, már a megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran a megszokott csatornákon. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk. Viszontlátásra!